Két éve hozták azt a szabályt, hogy 20-as játékosoknak a pályán kell lenni az első fél időben. Ez téged hogy érint? Mennyire sikerült ez neked a pályafutásod szempontjából? Nagyon örülök a lehetőségnek. Tavaly is már lehetőséget kaptam, idén újra számít rám a vezetőedző. Az első 20 percben ugye kötelező a pályán lenni fiatalnak, ezt próbálom minél jobban a saját tudásom szerint végrehajtani, és kapom is a bizalmat, úgyhogy nagyon örülök neki. Milyen az idei ZTNKK? Hogy érzed magad benne? Nagyon jó a csapat, nagyon jó az összhang, nagyon szeretek itt játszani. Mint az edzők, mint a légiósok, mint a magyar játékosok mindenben támogatnak, segítenek, mint fiatal. Nem örülök neki. A csapat jól kezdte az idei szezont, hiszen 2 hazai győzelem van, és egy idegenben is soproni vereség. Hogy várjátok a Pajac elleni meccset, mire számítasz? Nagyon készülünk, nagyon kemény mérkőzésre számítunk. Tudjuk, hogy a Pajac egy nagyon kemény ellenfél, egy Európa kupás csapatról van szó. A hétnek kikaptak a DVTK-tól az Európa kupában, úgyhogy ellenünk biztosan javítani szeretnének. Mi mindenképp győzni szeretnénk, hazai pályán meg főleg, úgyhogy így megyünk neki a hétvégének.